Tompos Márton, jó reggelt kívánok, és Berendert Kolomán a vendégeink, jó reggelt, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én nagyon kíváncsi lennék a véleményükre a Hatházi Ákos felvetésével kapcsolatban. Ugye ez annyiban nem új, hogy gyakorlatilag a választás éjszakáján már megfogalmazta, vagy talán másnap reggel, ezeket a feltételrendszereket, amelyek mentén Hatházi Ákos szerint az ellenzék teljesen új módon tudna működni. Mit gondolnak erről a Momentumban, illetve a Jobbikban? Hát én azt gondolom, hogy Hatházi Ákos ez 2018-ban ugyanezeket a felvetéseket már elmondta. Minden nemzetközi példa azt mutatja, szerkesztőasszony, akár a szerbiai példát, ha felhozhatom, mert az egy ott is ugye választás volt, és most felveszi a mandátumát az ellenzék, amely legutóbb bojkottálta a választást, és semmit nem okoztak azon kívül, hogy saját magukat fosztották meg azoktól az erőforrásoktól és támogatásoktól, illetve attól a felülettől, amely egy ilyen egypárti túlhatalmat képítő Fidesz rendszerében szerintem a jövendőben is nagyon fontos lesz az egységes ellenzék szempontjából. Egységes az ellenzék? Én azt gondolom, hogy nekünk ugye tegnap volt elnökségi ülésünk, ahogy arról Jakab Péter ebben a stúdióban is tegnap este az egyenes beszédben beszámolt. Azt látjuk, hogy ebben a választójogi környezetben, ebben az egypárti túlhatalomban az a stratégiai döntés, hogy a 6 együttműködő ellenzéki pártnak közösen kell fellépnie, az helyes és folytatni kell. Az tény, hogy az eddigiekhez képest például a Jobbiknak a saját önálló arcát jobban meg kell mutatni, úgyis, mint az ellenzék egyetlen jobb-közép nemzeti pártja. Ugye Hatházi Ákos nem azt mondja, hogy ne vegyék fel a mandátumot, mert ezt ő is elmondja, hogy ez egy erőforrás, csak teljesen másképp kell vele élni, és gyakorlatilag annyiban kell vele élni, hogy felveszik a mandátumot, és amúgy minden látszattevékenységet, amire a parlament csak látszattevékenységre ad lehetőséget az ellenzéknek, mert nincsen érdemi bizottsági munka, ellenben sok százezer forintot kapnak onnan az ellenzéki képviselők, amivel szerinte foghatók, hogy ebben nem kell részt venni. Abban Hatházi Ákosnak abszolút igaza van, és mint a Momentum frakció leendő tagja, azért mi is támogatjuk azt a gondolatot, hogy teljesen új alapokról kell kezdeni az ellenzéki politizálást, és amit az elmúlt 4-8-12 évben csinált az ellenzék, csináltunk mi is, az nem működik. Tehát, hogy ez vasárnap kiderült. Ez nem jó. Ez így nem váltja ki azt az eredményt, amit mindannyian szeretünk volna elérni. Most az, hogy nem veszi föl csak az ilyen diszpozíciókat, mint az alelnök, vagy bármi hasonló, ami olyan sok érdemi munkával nem jár, ellenben plusz fizetéssel igen, azt nem veszi föl, esetleg semmit nem vesz föl, vagy mindent fölvesz és használja, ahogy Brenner úr is elmondta, azokat az erőforrásokat, megszerzi azokat az információkat, amit ott tud, és aztán az idejének a 80-90%-ában pedig a parlamenten kívül tevékenykedik. Ezek különböző verziók, de hogy teljesen a nulláról kell kezdeni, az biztos. Hol vérzett el ennyire egyébként önök szerint az ellenzék? Ugye legutoljára mi, amikor itt a stúdióban beszéltünk, meg hát milliószor láttuk önöket vendégül, folyamatosan ugye ezt hallottuk, hogy a népnemzeti kormány, ahogy ön fogalmazott, mindig a stúdió úgyis győzni fog elsőbbre Orbán Viktor, most 34,6% ennyit sikerült összegyűjteni a választásokkal az ellenzéknek, de biztos, hogy meg kell keresni a hibát. Én úgy érzem, mintha Tompos Márton meg ön között lenne valami különbség, mármint vélemény szempontjából, hogy az ellenzéknek hogyan kell folytatni a munkát, annak függvényében főleg, hogy pont az önök pártjának a szavazói vándoroltak el és tűntek el a leginkább, nem? Tehát, hogy itt majdnem egy 900 ezres, nem? Nem jól mondom? Nem, szerintem ez nem így van, hiszen nem önök így van. 2018-as adatokból indulnak ki. Én tisztelten jelezném mindenkinek, hogy tavaly nyáron a Jobbik 4 millió új szavazót hozott az ellenzéki együttműködésbe. Emlékszünk, ez az az időszak, amikor Jakab Péter a legnépszerűbb közös miniszterelnök jelölt, és a Jobbik az ellenzék legnagyobb pártja minden közvéleménykutatás szerint. 2018-as adatokból kiindul teljes botorság, hiszen 2019-ben Schneider Tamás vezette Jobbik 6%-ot ért el az európai parlamenti választáson, és ezt a néppártosodási folyamat megkoronázásaként ugye 20 júniusában mutattuk be Jakab elnök úrral az elvnyilatkozatunkat, ahol leszögeztük, hogy a Jobbik jobb-közép keresztény-szociális néppárt, és ennek megfelelően volt egyáltalán mód az együttműködésre. De most jól szerepelt a Jobbik közös megítélése szerint, vagy természetesen nem? Természetesen nem, de
Ennek nem az az oka, mert a Jobbik szavazói elpártoltak, hanem a szavazók pártoltak el, bal- és jobboldali szavazók. A baloldali fellegvárak ugyanúgy néha meginoktak, tessék megnézni, mondjuk egy Hiller István körzete, vagy egy Kunhalmi Ágnes körzete, ahol torony magasan kellett volna ennek a jól beágyazott két politikusnak győznie, ott is nagyon szoros eredmény született. Tehát itt nem a Jobbik szavazói hiányoztak, ami véleményünk szerint, hanem a közös lista húzta le a mi egyéni jelöltjeinket. Nekem meghatározó élmény. Azért az nem valószínű, hogy baloldali szavazók mentek el mondjuk a Mi Hazánkra szavazni. Ők a Jobbik szavazói lehettek. De ők 2018 óta már elhagyták a Jobbikot. Nem most hagyták el. Ez... Ja, és akkor ez így megnyugtató a párt részéről, hogy nem most hagyták el, hanem korábban. Nem ha, az a gond, hogy ha a Jobbiktól azt tetszik elvárni, hogy ugyanaz legyen, mint amit majd most Novák előtt képvisel a Magyarországgyűlésben, én szerintem nem ez az út. Mi ezeket nagyon régóta magunk mögött hagytuk, ezeket a tézéseket is. Tehát az nem lehet, hogy a szavazók kellenek az egységes ellenzékbe, de egyébként pedig azt, amit korábban mondott a Jobbik, azt meg kell tagadni. Tehát ez a két dolog együtt nem fog működni. De láthatóan annyi új szavazót viszont nem tudott behozni a Jobbik. Ez vidéken... Ami ebből az együttműködésből hiányzott. Nem a Jobbik hiányzott, még egyszer mondom, hanem a szavazó hiányzott. Bal- és jobboldali szavazó, akiket Márki-Zay Péter beszéde, össze-vissza beszéde elriasztott. Ezt akartuk az előbb kifejteni. Az én meghatározó élményem ebben a kampányban decemberben volt. Rengeteget jártuk ön is, mi Hatházi Ákosnak is üzenem minden. A 29 jobbikos jelölt más se csinált augusztus óta, mint a falvakban volt és kopogtatott. És a 106-ból a legtöbb kollégám így volt egyébként, nem akarom leszűkíteni a Jobbikra. Meghatározó élmény, amikor egy idős, nyugdíjas, aktivista asszonyunk, jobbikos rám nézett, és azt mondta, hogy Brenner úr, mondja már meg, hogy ez a Márki-Zay Péter milyen ember. Mert nekem nagyon nem tetszik, és nem biztos, hogy így meg tudom szavazni ezt a listát, és éreztük, hogy a háborús propaganda, amit ez a dezinformációs kampánnyal rátoltak az ellenzéki listára, húz le minket. És nem azt mondom, hogy nem követtünk el hibákat, szerkesztő úr, vagy hogy ez nem egy nagy veresség lenne, és hogyha a Jobbiknak most lesz 10 vagy 11 fős frakciója mostani 17-ből, mert hogy ugye most még egy mandátum lehet, hogy meg fog fordulni a Szilágyi György kerülete, hiszen ott még a nyugatról beérkezett szavazatokon megfordulhat. Nem azt mondom, hogy ez nem egy rossz eredmény, hanem azt mondom, hogy az okok vizsgálat, akkor ezt nem arra kell leszűkíteni, hogy a Jobbiknak eltűntek a szavazói, mert ez nem igaz. Nem szeretném se a egyetlen egy pártra, se egy személyre, se senkire fogni, ezt kollektív kampány volt, kollektív a felelősség, tehát ezt közösen rontottuk el. Ami az egyik legnagyobb tapasztalatunk az, hogy mi 2017 óta kampányolunk úgy, hogy kopogtatunk. Mi ebben hiszünk, parlamenten kívüli pártként olyan sok opciónk nincs is, de ebben nagyon jók vagyunk. Tehát akár tél van, nyár van, tök mindegy, momentumosok mennek és felszántják a körzetet. De a tapasztalat az, hogy ez nem elég. Bármennyire is nemzetközi kampánygurúk is mindig azzal kezdik, hogy a legelső az úgynevezett door-to-door, ajtóról ajtóra menjen az ember. Ez nem működik, és valószínűleg azt becsültük alá, hogy egy 4 éven keresztül tartó közmédia hatást nem lehet 3 havonta, fél évente vagy 1 évente megfogalmazott 5 perces beszélgetésekkel felülírni, úgyhogy bármennyire is ez a legerősebb fegyver a politika vagy politológiai szakzsargon szerint nem működik. Ezért ki kell találnunk, hogy mi az új stratégia, ami működik. Hogyan lehet egy alternatív világképet létrehozni, ami folyamatosan állít egy ellenpólust a Fidesznek helyben, és nem csak azon, hogy megjelenik 15 momentumos, vagy jobbikos, vagy MSZP-s egy kis faluban fél évente. Egy valami azonban valószínűleg az önök választó polgárainak is nagyon-nagyon fontos az, hogy találjanak valami hibát, vagy hibákat, mert valószínűleg akkor mindenki elvárja önöktől, hogy ha megvannak a hibák, akkor arra megtalálják a megfelelő megoldást. Az első, tehát a választás éjszakáján szerintem mindenkinek nagyon durva volt azt hallgatni, hogy tulajdonképpen már Jakab Péter is, Gyurcsány Ferenc is nekiugrott Márki-Zay Péternek a torkának, és azokban őt tették felelőssé ezért a választási kudarcért. Most 2 nappal a választásokat követően is úgy hallom az ön szájából, hogy azt mondta az előbb, hogy Márki-Zay Péter össze-vissza beszéde juttatta el az ellenzéki összefogást. Ugye a két említett pártvezetője nem volt ott a Városligetben Márki-Zay Péter mellett mögött. Én azt tudom, hogy először ő kérte, hogy a családjával állhasson ott, na de hát azért utána azért Donát Anna Karácsony Gergely ott volt, és mondott egy-egy rövid beszédet. Ez nem lett volna,
nagyon sok Facebook kommentelő ezen kiakadt, lehetett ellenzéki szimpatizánsoktól olvasni, hogy ez mennyire etikus, hogy mondjam, Lázár Jánost idézem, politikai hullalent Márki-Zay Péterből, de hát azért két órával korábban még szövetségesek voltak. Nem arról van szó, nekünk például ki volt adva, én magam is pedig országos ismertségű politikus vagyok, a választókörzetemben Sopronban voltam nyilvánvalóan a választás éjszakáján, Jakab Péter ugyanígy tett. A szerkesztő úr kérdésére hadd reagáljak azért annyit, hogy... senki nem tudott oda menni a Városligetbe Márki-Zay Péter mellé, mert Jobbik, volt adva, hogy Jobbik, mindenki a... A Jobbiktól volt ott vezető politikus, nyilatkozott is. Azt szeretném csak ezt jelezni a szerkesztőt. Mi nem láttuk, bocsánat. Ezt a színpad mögött kiállva... Tehát elbújva nyilatkozott a színpad mögött? Nem erről beszéltem. Ez egy szimbólum. Önök szövetségesek voltak, és utólag, mintha ebben a fél órában kiderült volna, hogy ez a szövetség mennyire nem működhetett a háttérben. Nem így értékelem ezt. Szerintem itt ő maga kért, hogy a családtagjaival álljon ki a színpadra, és egy valamit a szerkesztő úrnak hadd válaszoljak. A mai politikai világ annyira personifikált, tehát személyiségekre épült, hogy az elemzéseink szerint valóban, és nem egy személyi felelősség van, ebben egyetértek Tompos kollégával, mindannyian hibáztunk, és mindannyian viseljük ennek a vereségnek az ódinmát, én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy amikor elemezzük a vereség okait, akkor az egyik legelső ok az az, hogy miközben a szomszédunkban a putyini Oroszország indította háborúdul, akkor az emberek minden közménykutatás szerint Orbán Viktort megbízható vezetőnek tartották, mint Márki-Zay Pétert. Én erre utaltam, és valóban mi a kampányban nagyon sok szavazótól hallottuk azt, hogy Jakab Péter, hát ha az lenne, akkor behúznám, de én Márki-Zay Péterrel nem tudom behúzni. És éreztük, ahogy a lista húzza le a mi jobbikos jelöltjeinket. Én csak erre utaltam. Nem egy személy felelősség van, de egy ilyen együttműködésben, ahol tavaly ősszel az ellenzék magasan vezetett szerkesztőasszony, magasan vezetett minden kutatásban, akkor Márki-Zay Péter választották meg miniszterelnök jelöltnek. Péter azt ígérte, hogy új szavazókat hoz, ehhez képest jött ez a végeredmény, mi ennyit állítunk. A Jakab Péter olyan jó, miért nem választották meg őt az előválasztáson miniszterelnök jelöltnek? Annak rengeteg oka volt, azt annak idején szerintem kielemeztünk, hogy gyakorlatilag a kisebb településeken a néppárti Jobbik szavazói el se jutottak az urnához. Ezt annak idején szerintem elég részletesen megbeszéltük, hogy annak mi volt. Valószínűleg nagyon rossz lehet szembenézni a hibákkal, de Tompos Mártonnak lehet, hogy igaza lesz abban a szempontból, hogyha ennyi hibát elkövettek, akkor ezt alaposan végig kell zongorázni mindegyiket lépésről lépésre. Márki-Zay Péter, amiket itt volt tegnap az Egyenes Beszédben, és rengeteg dolgot mondott, valahogy most már ő is utólag elismerte azt, hogy persze a kampány ideje alatt sokat hibázott, ő is egyébként erre a retorikai, sok-sok kommunikációs mondatára utalt, de ugyanakkor azt is felajánlotta, hogy továbbra is segíti a közös ellenzéki összefogást. Ezek után akarnak-e Márki-Zay Péterrel együtt dolgozni? Természetesen, tehát hogy Márki-Zay Péter egy országos ismertségű politikus, akinek rendkívül sok jó gondolata van. Volt olyan helyzet, de nem sikerült mondott, győznie se úgy, mint közös miniszterelnök, sőt, Hódmezővásárhelyen is elvérzett. Igen, és van még több olyan politikus, aki veszített már a körzetében, mégis attól függetlenül dolgozunk vele, mert amit ő hajlandó beletenni, azt mi elfogadjuk, és szerintem egy ilyen kontextusban, amikor az ellenzéknek kevesebb helye van, mint volt 4 évvel ezelőtt. És mondom ezt úgy, hogy momentumosként mi először kerültünk be a parlamentbe, volt, aki még azt írta, hogy mi ünnepelhetnénk, de hogy ünnepelhetünk, hát borzasztó helyzetben vagyunk. Nem így akartunk, szerintem bármikor elcserélnénk a frakciónk jelentős részét arra, hogy kormányváltást legyen. Mondom ezt a teljes Momentum közösség nevében. De igen, tehát hogy nincs választási lehetőségünk, összefogunk bárkivel, aki hajlandó leváltani ezt a rendszert, kis túlzással nyilván most egy Mi Hazánk szintű ellenzéki vállalhatatlan közeggel nem, de hogy aki hajlandó, normális, toleráns, szabadon gondolkodó közegben váltásért dolgozni, ezzel miért ne fognánk össze? Persze. Hát szerintem még az elején vagyunk az elemzésre. Persze. Ez egy hosszú folyamat lesz, teljes mértékben. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget.